Ezek az éppen aktuális mai légszennyezettségi adatok a térképen látható sötét-vörös színekkel jelölt területeken, az átlagosnál magasabb a levegőben található por mennyisége. Nyíregyházán a szállópor légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke az elmúlt két napban meghaladta 75 mikrogram per köbmétert, azaz a tájékoztatási küszöbértéket. Ennek alapján elrendelték a füstködriadó tájékoztatási fokozatát. Az ország egészen közidőjárását egy anticiklon befolyásolja, és emiatt 30-án esti óráktól folyamatosan romlott a levegőminőség. Most a mai nap már javulás van, a határértékhez képest kedvezőbbek a levegőminőség értékek, de még mindig az egészségügyi határérték felett vannak. Napközben valamelyest tisztul a levegő, a szállópor szennyezettség éjszaka a legmagasabb. Az esti és a reggeli órákban még a szellőztetés sem ajánlott, kerülni kell a szabadban végzett fizikai munkát, sportolást is. A szállópor részecskéi sérthetik a szem kötőhártyáját, a felső légutak nyálkahártyáját. A por belégzése a légzőszervi betegek, például az aszmások állapotát rosszabbíthatja, de a tüdő fertőzésekkel szembeni ellenálló képességét is csökkenti. A levegő minőségének javítása érdekében a lakosságot kérik, válasszák a tömegközlekedést, lehetőség szerint a szilárd tüzelés helyett gázzal fűtsenek. A vidéki településeken sem jobb a helyzet, sok helyen egészségtelen a levegő. Helyi körülmények jelentősen befolyásolhatják a levegő minőséget. Itt most általánosan, amikor ez a mérőállomás mutatja, hogy magasak az értékek, akkor a környező településeken is, illetve a megye minden településén közel hasonló értékek lehetnek. A meteorológiai előrejelzések alapján a levegő minőségében javulás szerdán várható, amikor egy hidegfront hatására valamelyest élénkül a légmozgás.